Sziasztok! A mai videóban meg fogunk csinálni egy kire jellemző teget. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy különböző kérdések vannak, hogy kire jellemzőbb. Igen, mint kire jellemzőbb. Ez, igen. És hogy felmutatjuk azt a táblát. Van két fajta táblánk. A pillangó én vagyok, és a száj pedig... Én vagyok. Hát igen. És akkor kezdjük is a videót. Jó szórakozást! Na. De cuki vagy. Na! Oké. Na akkor te mondod a kérdéseket? Igen. Kire jellemző, hogy szeret pakolni? Ne rakd fel az asztalra. Miért nem rakhatom fel az asztalra? Na nem. Nem én. Én jobban szeretek pakolni. Micsoda? Te szeretsz jobban pakolni? Na nehogy már. Én szeretek jobban pakolni. Én vagyok az, aki mindig megállok a szoba közepén, és elkezdek... De én is szoktam. Reklamálni, fogalmazunk úgy, hogy micsoda? Fekszel az ágyon, életem tablet az elején, meg itt, mint a szélrészt cikázom. Még hogy te szeretsz jobban pakolni. Én is pakoltam. Nem tudom, én ilyenkor biztos emlékezetkiesésben szenvedek, mert nem emlékszem arra, hogy te szeretnél pakolni. Azt el kell ismerjem, hogy időnként beindul Molly, ha látja, hogy én már nagyon, nagyon sürgök fordulok, akkor esetleg segít. Jöhet a következő? Jöhet. Kire jellemző, hogy szereti a piros színt? Mivel piros pólóban vagyok. Mind a ketten szeretjük a piros színt, maradjunk ennyiben. Anya is piros pólóban. Mi nagyon szeretjük az élénk színeket, például a pirosat, a szép napsárgát, meg a szép zöldet. Narancssárgát. Na azt is. Na, jó. Jó. Tedd le az asztalról! Nem teszem le, nekem ez így jó, sokkal jobb. Hát most mit kaparász, aki itt oldalra állandóan? Kaparász. Jó ez így. Jó ez. Na jó. Jöhet a következő? Jó ez. Na jó. Jöhet a következő? Kire jellemzőbb, hogy szeret tévét nézni? Ez jó! Jó, ez tény, hogy inkább tabletezni szeretsz. De tévét nézel. Micsoda. Ki nézi a tévét, amikor ilyen tilinkózós zenék mennek állandóan? De. A hajam csendben elkezd hullani ezektől a rajzfilm zenéktől, mert nem bírom. Nézed. Miket? Jó, hogy hát azt szeretem, meg a sütős-főzős műsorokat. De az ez mindig. Tény. Megnézek tévét. Főzős műsorokat, igen, azokat szoktam nézni. Meg az anyamelőket. Jó, igen, nagyon. Meg filmeket, meg ilyeneket. Hát, de nem túl sűrű. Legyünk köszönjük. Na jó, hát következő. Kire jellemző, hogy nagyon szereti az édességeket? Végre valamivel egyetértünk. Oké. <Okay. gül> Jó, a következő. Kire jellemző, hogy szeret strandolni? Így van, Molly szeret. Imádom. Tulajdonképpen szerintem, hogy is mondjam, félig hal. Vagy valamilyen sellő. Így van, sellő. Következő. Mi van? Ja. Igen. Kire jellemzőbb, hogy nagyon szereti a teát? Végül is igen, igen, ez így van. Mostában többet teázunk érdekes, talán azért, mert nagyon hideg van most a télen, és jól esik, de egyébként Mollika az, aki minden nap ezt visz a suliba is, meleg teát. A termoszomba. Úgyhogy, jöhet a következő. Nem? Jöhet. Okay. De jöhet. Kire jellemző? Szeret lustálkodni. Lustálkodni? Igen. Hát a gyerekek már csak ilyenek. Ez különben elég ciki lett volna, hogyha én jövök ki itt. Kérdezik, hogy én szeretek jobban lustálkodni, de nem igaz. Ezért aztán nem jöhetett volna ki. Oké, következő. Na kisasszony, mi a következő? Ki szereti jobban a fagyit? Én nem is szeretem a fagyit igazából, annyira nem. Fagyi gyilkos! megcsinálom neked. Na! Kire jellemző, hogy szeret bringázni? Bringázni? Igen. Biciklizni. Igen, Molly nagyon szeret bringázni. Mindegyik rám jellemző. Én annyira nem, mert hogy nagyon fájdalmas dolog a biciklizés különben. Mármint az ember alsó felének. Tehát valami olyasmi bringa ülést kellene kitalálni, ami ilyen nagyon puha, nagyon párnázott. Na.
Akkor te meg szeretném. Nem, jó? Igen. Jó, hát a következő? Király jellemző, hogy jobban tud korizni. Hát egyértelmű. Egyértelmű, hogy Moli, mert hogy én nem tudok korizni. Nem, hogy korizni, nem tudok semmiféle. Korizni. Semmiféle. Most is görkori van rajtam. Téli sportot nem tudok és nem szeretek. A síelés pontosan ugyanannyira bénán megy, mint a korizás. Egyetlen egyszer betemettem arra, hogy sieljek, és akkor is egy héten keresztül a bébipályán. Na ez! Hóekében közlekedtem. Na, de, szóval a bébipályán hóekében maradjunk ennyiben. A 3 éves osztrák gyerekek pedig így mentek el mellettem. Hát én meg ott elvoltam. Aztán később úgy döntöttem, hogy őrzem a hűtét, el ne lopják. És így mindenkinek sokkal jobb volt. Na, kire jellemző, hogy szereti az illatokat? Illatokat? Igen. Nagyon szeretjük az illatokat. Állandóan valami füstölő ég, vagy ez a tényleg, kis illatmécses. Úgyhogy rendkívül sokféle illatosító van a különböző helyiségekben. Hát a fürdőszobában abszolút praktikus, hogy ott legyen illatosító, nem csak ott van nálunk, hanem minden. Nem mondhatom, hogy a füstölőt hol lehet kapni. Én akkor mondhatnád el, ha a mi boltunkban lehetne kapni, ha mi forgalmaznánk. De nálunk mindenhol van. A nappaliban, a konyhában, az előszobában, mindenhol. Konyhában? Hát, hogyha oda teszem, akkor ott van. És szoktunk oda is tenni. Na jó, következő. Jó, jöhet. Kirele jellemző, hogy szereti a telet. A telet? Igen. Egyértelmű, mert hogy én utálom. Abszolút utálom a telet. Mindenhogy, tehát mindenki másként látja nyilván a tél előnyeit, hátrányait, én csak a hátrányait látom. Mert nekem pucolnom kell a kocsifelhajtót, meg az egész utcát, mert tiszta jég. Pont most vannak azok a napok, amikor óros eső esett napokig. Hát konkrétan nem tudunk a házból kilépni, de azért feltaláljuk magunkat. Ezért nekem nincs mit szeretni a télen, mert olyan hó nem esik sosem, amiben lehetne szánkózni, vagy amivel hógolyózni lehetne. Csak ez a vacak, ami meggátolja, hogy én autót vezessek. Na, kire jellemzőbb, hogy szeret énekelni? Szeretünk, a kocsiban állandóan hangosan szoktunk énekelni. Ezt én akartam mondani. Elnézést, bocsánat. Akkor mit is szoktunk a kocsiban csinálni? De itthon is állandóan énekelünk. Tudom. Ha meghallgatjuk a kedvenc sztárjainkat, vagy a kedvenc dalainkat, és hangosan énekelünk, és ez így van jól. Ja. Mindenki énekeljen. Olyan felszabadító. Az ember boldog lesz tőle. Oké. Okay. Na jó, hát a következő? Igen. Kire jellemző, hogy szeret sminkelni? Ez a nőknél központi kérdés, legalábbis nálunk. Hát én, nekem ugye a munkám miatt is fontos, kell a sminkelés, Mólika meg, hát ugye kislányhoz illően már érdeklődik a sminkelés fortéjai iránt. Úgyhogy, és nagyon ügyes egyébként. De nyilván utcára ő nem sminkel, egyértelmű 9 évesen, de itthon azért szokott. Jöhet, utolsó? Ez az utolsó? Okay. Igen, 13. Kire jellemzőbb, hogy jobban szeret legózni? Jobban szeret legózni? Hát én. Nem! Dehogy nem! Ja. Egyértelmű, hogy én szeretek jobban legózni, már ne haragudjál, Mollerke. Amikor elővesz, mindig te veszed elő a legót, de mindig én játszom vele. Na nem, ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. De csak addig érdekes, ameddig összerakja. Aztán ott porosodik a polcon. És én összerakni időnként... szoktam. Milyen őszinte voltál? Ez is igaz. Mert van úgy, hogy én rakom össze a legót, van úgy, nem hogy is. Összeragadja valamelyik kis barátjával. Tehát komolyan mondom, szerintem a legnagyobb élvezet a legóban pont az, hogy az ember összerak egy házat, egy hajót, egy repülőt, egy akármit. Van. De ez az élvezet is rám marad, mert hogy többnyire én szoktam. Ő megunja 10 perc után, én összerakom, majd utána a játékot is megunja 10 perc után vele. Nem is én ellenben nem, mert ugye nekünk csupa lányos legó van, és ilyen kis szupermarket, meg lakás, meg az medencés ház, meg hasonló. Mi nem igaz? Az, hogy te jobban szeretsz. De pontosan. Akkor... De különben én ezt abszolút nem szégyellem, mert nem ez jellemző. Mindkét gyerekemnek igyekeztem olyan játékokat vásárolni, amiket én is nagyon élveztem, vagy adott esetben bizony volt olyan, hogy én jobban. Például a nagylányomnak vettem egyszer egy Barbie kávézót, amit egyáltalán nem kért. De én igen. És játszottam is vele. Na, kész vagyunk?
Hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Igen. Lájkoljátok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel csatornánkra. És igen. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Alina Laura. Ezt még benne hagyjuk, jó? Oké. Okay.